Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Minden évben várva várt esemény a Farsang utolsó napjaiban szervezett jelmezes lovas program. A karnevára a gyerekek, felnőttek mellett a lovak is készültek. Ennek a mondatnak hallatán többen jogosan felkapják a fejüket, mire alapozzuk ezt, hogy a lovak is. Az évközbeni foglalkozások mind hozzájárulnak, hogy ló és lovasa hercegnős ruhában vagy szuperhősként is megállja a helyét. Különleges kosztümöt különböző korokban is viseltek a lovasok. A porszemes csapat tagjai ugyan nem öltöztek római hadvezérnek vagy keresztes lovagnak, de fantáziájukat beindította a lehetőség. Löki Andrea röviden így fogalmazta meg, miért bújtak bankrablós páros jelmezbe. A mi jelmezünk a bankrabló és a zsákpénz volt. Amikor megláttam, hogy farsang, szerintem jobban örültem, mint egy gyerek. Mindenképp valami közös jelmezt szerettem volna Biussal, úgyhogy bele is vetettem magam a keresgélésbe, és ezt az ötletet, mikor megláttam, annyira megtetszett, hogy neki is kezdtem gyorsan. Jó kis nap volt. Jól éreztük magunkat, ja, és finom volt a zsíros kenyér. Este nálunk is az kellett legyen a vacsora. A pici pénzes zsák a legféltettebb kincse a lovas anyukának, de valamennyi gyerek, apróbbak, nagyobbak hasonló odaadással készültek. A szülői segítség, kreatív anyukák, ügyeskező apukák jóvoltából idén is fantasztikus jelmezeket láthattunk. Marcel édesanyja kisfiának tökéletes szűrt vart, kiegészítve a már korábban elkészült csíkos ruhát. Az ünnepi viseletbe öltözött pásztorlegényke ifjabb Kecskés Gábor társaságában csergető tudományát is bemutatta. Vasárnap délután az előző évek szokása szerint mindenki felírta egy kis cetlire, mitől szeretne megszabadulni. Míg tavaly a Covid, a betegségek volt a listavezető, az idén a háború. A bábú, ami a telet és a rossz szellemeket egyaránt képviseli, könnyen lángra kapott. Csak remélni tudjuk, hogy pusztulása minél hamarabb segít visszatérni a békés hétköznapokhoz.